Fürdőfejlesztés Kisvárdán. 2,5 milliárd forintból többek között egy sportszálló, egy balneológiai központ és egy vízifilmstúdió is épül a Várfürdő területén. Összeírhatják a könyvelőket. Új felügyeleti rendszer regisztrálná az összes minőségi munkát ellátó számviteli szakembert. Kánikulában is dolgoznak. Szeptember közepéig átprogramozza a megye székhely távhős lakásaiban található 55 ezer költségosztót a nyílt távhő. A kormány döntése értelmében a következő három évben 2,5 milliárd forintot fordítanak a kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kérdésünkre elmondta, hogy többek között egy sportszálló építését, egy balneológiai központ kialakítását és egy vízifilmstúdió felépítését is tartalmazza a fejlesztési terv. A kisvárdai Várfürdő, uszoda és kemping egy 4 hektáros zöld övezetben fekszik, és olyan gyógyvizet biztosít, amelynek az adottságai nincsenek kellőképpen kihasználva. A rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalék átcsoportosításával a kormány 2,5 milliárdot biztosít a Várfürdő és környéke fejlesztésére. Vizsgálta a kormány azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt megfelelő szinten lehessen hasznosítani, és különösen arra az adottságokra, amiben önmagában Kisvárdán adottság, hogy 20 kilométeren belül, vagy 30 kilométeren belül két határos ország is elérhető, ugye Kárpátalja, illetve Felvidék, és a felvidéki magyarság esetleg bekapcsolása a helyi turizmusba. A beruházásnak köszönhetően olyan szolgáltatásokkal gazdagodik majd a Várfürdő, amelyek többnapos programot kínálnak a látogatók számára. Szeretnénk egy olyan sportszállót építeni, ami elégséges színvonalú szállást tud biztosítani Kisvárd és környékének. Itt akár már megkezdett sportfejlesztéseknek a kihasználása mellett, például sportrehabilitációba is gondolkozunk. A másik része ennek megfelelően nem csak sportrehabilitációra, hanem olyan balneológiai központ kialakítása, ami szintén a gyógyvízre épülve sikeres, és be tudjuk vonni ebbe a szegmensbe. Szeretnénk egy tematikus vízipark létrehozását. Várhatóan a filmvilággal kapcsolatos dolgokat szeretnénk megjeleníteni, hiszen aki ismeri a környéket, az tudja, hogy például Ricsén született Adolf Cukor, aki a Paramount Picture-nek volt a megalapítója, de számtalan olyan a filmben jártas személy származik Kisvárdáról és környékéről, ami meghatározhatja azt, hogy egy vízifilmstúdió alakuljon ki. A nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, hogy idén 1 milliárdot, 2016-ban 1,2 milliárdot, 2017-ben pedig 300 millió forintot biztosítanak a beruházáshoz. A tervek ebben az évben elkészülnek, és még ősszel elkezdődhetnek a munkálatok is. Új felügyeleti rendszer regisztrálná az összes minőségi munkát ellátó számviteli szakembert, jelentette be még júniusban a nemzetgazdasági miniszter. A tárca olyan hatóság felállításán gondolkodik, amely képes lenne ellátni a pénzügyi ágazati szakmák feletti kontrollt. A cél az lenne, hogy csak azok maradhassanak az egyenlőre csak tervezett adatbázisban, akikről ténylegesen tudni, hogy jól végzik a munkájukat. A könyvelői munka pontossága, minősége fontos, az ágazati szakemberek felelőssége pedig jelentős. Évekkel ezelőtt azonban még nagyobb volt a teher rajtuk. 2012 óta megszűnt annak a lehetősége, amelyet az ARC szabályozott, hogy a könyvelőket büntettük azért, hogy a bevallást mulasztással adta be, illetve valamilyen hibát tartalmazott. Innentől kezdve, mivel az adóhivatal az adózóval áll kapcsolatban, az adózót terheli a felelősség, tehát ő kapja a mulasztási bírságot, amely egyébként magánszemélyek esetében 200 ezer forintig terjedhet, illetve vállalkozásoknál 500 ezer forintig terjed ez a bírságösszeg. Magyarországon jelenleg nem működik minőségbiztosítási rendszer a könyvvitel területén, ezért a Nemzetgazdasági Tárca egy olyan új szervezet felállításán gondolkodik, amely képes lenne a képzési követelmények kialakításától kezdve a tevékenység engedélyezésén keresztül a folyamatos minőség ellenőrzésig ellátni a számviteli és az adózási terület felügyeletét, jelentette be a közelmúltban a nemzetgazdasági miniszter. A könyvelők hallanak erről, keresnek is minket. Konferenciákon hallottunk róla, Varga Mihály miniszter úr erről már a
2015 júniusában az egyik konferenciánkon javaslatokat, nyilatkozatokat összesített, véleményt mondott erről. A nyilatkozatokat követően többen véleményüket fejezték ki arról, hogy talán szükséges lehet, de a többség azért a nem egyetértés pártján van. Az Egyesület megyei vezetője hozzátette, egy teljes körű felügyeleti rendszer létrehozásához mindenképpen egyeztetni kell. Sokak szerint dicsérendő, de az egyesületek, szakmai szervezetek szerint elvárás, hogy a tárca egyeztessen. Ismereteim szerint szeptemberben lesz ilyen egyeztetés még a számítéli egyesület és a többi szakmai szervezet, valamint a tárca között. A kormány.hu-n az is olvasható, a kormányzat már dolgozik azon, hogy be lehessen kötni a cégek számlázó rendszereit is az adóhivatalhoz. A módszer a Nemzetgazdasági Tárca adóügyi helyettes államtitkára szerint lehetővé tenni a csalások legtöbbjének felszámolását. A Nyíltávhő Kft. Szeptember 15-ig átprogramozza a megyeszékhely távhős lakásaiban található mindaz 55 ezer költségosztóját. A korábbi naptári év szerinti elszámolási időszak helyett május 15-től május 15-ig terjedő elszámolási időszakot fognak alkalmazni a jövőben a távhőszolgáltatónál. Ezek azok a költségosztók, amelyek minden távhővel fűtött ház lakásában megtalálhatók a radiátorokra szerelve. Az eszköz rádió kapcsolattal tájékoztatja a nyírtávhő szakembereit az óra állásáról, illetve az elfogyasztott hőmennyisége mellett a meghibásodásokról is. A mostani átálláshoz azonban be kell menniük a lakásokba a szolgáltató munkatársainak. Nyírtávhő Kft. áttér a naptári éves elszámolás helyett a fűtési idény szerinti elszámolásra. Ez azt jelenti, hogy nem január 1-től december 31-ig lesz az elszámolás, hanem minden évben május 15-től május 15-ig. Ugye a nyírtávhő kezelésében 55 ezer darab költségosztó van a városban, és ezeket át kell programozni, hiszen ezekben a fordulónap a korábbiakban megfelelő december 31-e. Ebben az átprogramozás azt jelenti, hogy minden költségosztó készülékkel fizikai kapcsolatba lépünk, gyakorlatilag egy optikai csatlakozóval, számítógépen átállítjuk benne ezt a fordulónapot december 31-ről május 15-re. Az átprogramozásról értesítették a fogyasztókat, a folyamat néhány percet vesz igénybe, és a délutáni órákban, illetve hétvégén végzik a munkálatokat. Jelenleg a városban található 55 ezer költségosztó feldolgozásának közel a fele már megtörtént. A fűtési időszak kezdetére, azaz szeptember 15-ig a tervek szerint végeznek a készülékek átprogramozásával, valamint a város egyéb részeit érintő karbantartási és felújítási munkálatokkal is. 2015 évben közterületi munkálatainkkal, amit terveztünk, a gazdasági tervünk szerint azokkal végeztük. Ezek ugye nagyobb dimenzió csővezetékek cseréje volt útfelbontással, ezek közül a leglátványosabb, legnagyobb volumenű az északi körút átvágásával járó út alatti átvezetés csere volt, ezekkel már végeztünk. Jelenleg hőközpontokban, hőfogadókban, aknákban tartunk karban, ezek kevésbé érintik a fogyasztóinkat, szolgáltatás korlátozással egyik sem jár. Európai Uniós irányelvek szerint a szolgáltatás díját január óta helyzetkiegyenlítő korrekcióval számolják el. Ez azt jelenti, hogy a földszinten, a legfelső emeleten és az épület szélein lakók közel 10%-os elszámolási kedvezményt kapnak a belső lakások távhődíjaihoz képest. Emellett a lakásokon átmenő csövek hűtőértéke miatt a jövőben a házakba érkező hődíj 30%-át légköbméter arányosan, míg a maradék 70%-át a mérőórák adatai alapján számolják el a lakást tulajdonosoknak. Folytatódik Nyíregyházán a Kossuth téri nyári esték rendezvény sorozata. A hétvégén pénteken a Keleti Sasfiúkák Western Tánc Együttes, szombaton pedig a T-Dance Zumba csapat várja a belvárosban az érdeklődőket. Amikor a Bakó Leventék és a Szabolcsi Koncertfúvósok megcsinálták a flashmobjukat június végén vagy július elején, akkor nagyon sok érdeklődő volt. És mivel az igényt mutatja az emberek, az itt lakóknak az igényét mutatja az, hogy kíváncsiak más típusú kulturális, ilyen rövid, de velős vagy tartalmas szórakozásra, ezért már azt
akkor is mondtam, hogy szeretnénk megvalósítani. Nyáron ugye kihalt egy kicsit a város, a Sóston kívül, tehát a belváros mindenféleképpen nem egy tipikus nyári célpontja az embereknek, a bevásárlásért a munkán kívül. Meg kéne szokatni a nyíregyháziakat, vagy a környéken élőket, hogy ha nem is nagy rendszerességgel, de nyáron 2-3 alkalommal azért vannak olyan jellegű programok, ahol szórakozni tudnak. A megnövekedett utasforgalom miatt az elmúlt napokban nem egyszer több órás várakozás alakult ki a Záhonyi közúti határát kelő helyen. A határrendészek ilyenkor a szolgálat átszervezésével igyekeznek gyorsítani az átléptetést, a hőségre való tekintettel pedig a Magyar Vöröskereszttel együttműködve ásványvizet osztanak a sorban várakozóknak. A gyorsabb határátlépés érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság azt javasolja, hogy az Ukrajnába tartó személygépjárművek vezetői válasszák a 8-tól 16 óra között üzemelő Lónyai, vagy a 7 órától 19 óráig üzemelő Barabás, vagy a 0-tól 24 óráig üzemelő Tiszabecsi, illetve Beregsurányi határátkelő helyek valamelyikét. A Beregsurányi határátkelőt 7,5 tonna alatti tehergépkocsik is igénybe vehetik. Csökkenti bruttó 2 forinttal a gázolaj és 5 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásból az MTI. A csökkentéssel a gázolaj literenkénti átlagára 351 és 353 forintra, a 95-ös benziné 366 és 367 forintra mérséklődik. Legutóbb múlt pénteken változtak az árak, akkor bruttó 2 forinttal csökkent a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzinliterenkénti ára. A benzinliterenkénti átlagára tavaly szeptember és 2015. január között mintegy 100 forinttal csökkent, majd idén július közepéig fokozatosan több mint 70 forinttal emelkedett. Az utóbbi csaknem egy hónapban viszont 30 forinttal ismét csökkent a benzinára. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csaknem 30 forinttal lett magasabb, az utóbbi 3 hétben viszont már csaknem 20 forinttal csökkent. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Augusztus 22-én 14. alkalommal rendezik meg a nyíregyházi huszár találkozót. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli együttese. A Farkasinszky Gyuláné által irányított csapat játékos kerete némileg átalakult a nyári szünetben. Augusztus utolsó hetében Csengerben edzőtáborozik majd az NKS, amely szeptemberben a hazai edzőmeccsek mellett Nagyváradon és Kassán is pályára lép majd. Második bajnoki meccsén is vereséget szenvedett a Nyírbátori FC. Kovács János együttese az MB3 keleti csoportjának második fordulójában a DVSC Deac otthonában lépett pályára, és a találkozó hazaiak 4-2-es győzelmével zárult. A Nyírbátor vasárnap a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. Hungarikummá minősíteni a Magyar Huszárt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Erről Székely Tibor, a szövetség elnöke szólt a 14. nyíregyházi huszár találkozó sajtótájékoztatóján. A kétnapos hagyományőrző rendezvény fő programjai augusztus 22-én lesznek. Akkor közel 40 lovas huszár díszmenetét nézhetik meg az érdeklődők a Szabolcsi megye Székely belvárosában. A huszár szó eredete, vélhetően, egészen Mátyás király korába nyúlik vissza, amikor a király rendelkezése szerint kötelező volt 20 telkenként egy lovas katona kiállítása. Az ellenségre elsőként lecsapó határozott huszárt az egyik legmagyarabb fegyvernemnek tekintik, múltja és harcmodora világhírű. Fennállása már 500 évre megy vissza, valamikor a végvári harcok során alakult ki ez a fajta könnyűlovas harcmodor, amit a huszárnak nevezünk, hiszen ennek a katonának a könnyűlovas törökkel kellett megküzdenie, tehát olyan hasonlítani kellett, vagy úgy kell csinálnia, hogy le tudja győzni. Tehát itt megkönnyebbült a fegyverzet, már nem viselt a lovaskatona páncélt, hanem csak egy könnyű ruhát magán, és fején esetleg sisakolta, később az is lekerült, és az is átváltotta a csákó, és mindössze jó kardot.
Ennyi. Na most ezzel kellett aztán Huszárnak mindent elvégeznie. A múzeum igazgató hozzátette, elődeinkre, így a huszárokra is méltóan kell emlékeznünk, ezért is szervezik meg két évente, idén már 14. alkalommal a nyíregyházi huszár találkozót. A kétnapos rendezvényen képviselteti magát többek között a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, így közel 40 lovas huszár lesz jelen. A szövetség elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján terveikről is szólt. Szeretnénk, hogyha most már a hungarikumok sorában megjelenne a magyar huszár is. Mindent elkövettünk már a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel, mi magunk a Hungarikum Szövetségnek is a tagjai vagyunk, tehát a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Tehát nem rólunk van szó, hanem a huszárságról, mint fogalomról, amelyet a világ tőlünk kapott. A nyíregyházi huszár találkozó programjai augusztus 22-én kezdődnek, akkor közel 40 lovas huszár díszmenetét nézhetik meg az érdeklődők a Szabolcsi megyeszékhely belvárosában, a Sóstói Múzeumfaluban pedig többek között fegyver és harcbemutatót, a huszár emlékkertben pedig megemlékezést tartanak majd. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli együttese. A Farkasinszky Gyuláni által irányított csapat játékos kerete némileg átalakult a nyári szünetben. Augusztus utolsó hetében Csengerben edzőtáborozik majd az NKS, amely szeptemberben a hazai edzőmeccsek mellett Nagyváradon és Kassán is pályára lép majd. Az ötödik helyen zárt legutóbb az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli együttese. A csapat Farkasinszky Gábor elnöléti edző irányításával hétfőn kezdte el a felkészülést. Az első héten főként a Szent Imre gimnázium rekordtán pályáján töltik az idejüket a lányok. Az elmúlt szezon csapatából többen távoztak a nyári szünetben. Voltak olyan játékosaink, akik várható volt, hogy távozni fognak, tehát ugye ilyen a Sándorfi Dóra, aki egy adott időszakra jött le csak nyíregyházára, most úgy gondolta, hogy visszamegy Budapestre, folytatja a tanulmányait. A Tóth Kitti, ugye ő keveset volt, sokat volt sérült, de ő szintén Budapestre megy tovább tanulni, és ott folytatja, vagy valamelyik csapatban a pályafutását. A földesi vonaszállal még nem tudjuk, hogy konkrétan mi lesz, és minden, mert ugye olyan iskolába jár, egy ilyen OK és képzési iskolába, ahol most a gyakorlati képzések jönnek egy ilyen gyógytornász szakon, és Peppen úgy néz ki az óra rendje, hogy minden nap úgy vannak órája, hogy nem biztos, hogy meg tudja oldani azt, hogy az edzésekre bejárjon. A távozók pótlására természetesen érkeztek, és még érkeznek új játékosok is a csapathoz. Az a Fegede Dóra, aki tavaly már egy pár mérkőzésen játszott a csapat színeiben, az ott fölvették a nyíregyházi főiskolára, tehát ő itt folytatja a tanulmányait, és a Karolinának a papa, meg a Karolinának a testvére, ő is bejön Karolinával együtt, és Magyarországon fogja folytatni a tanulmányait és a kosárlabdát. Ő elméletileg, meg gyakorlatilag is ukrán korosztályos válogatott volt, tehát bízunk benne, hogy vele kiegészülve azért a csapatunk az kellőképpen olyan játékos kap a hármas posztra, amire eddig is szükségünk lett volna, és még mindig tárgyalásban vagyunk egy gyöngyösi kislánnyal, aki pótfelvételére adta be a jelentkezését a nyíregyházi főiskolára, remélhetőleg ez egy héten belül eldől, hogy ő itt folytatja a kosárlabdát, vagy ugye marad, azt hiszem az Óbudai Egyetemre járt, meg közben kindolgozott Németországba, és természetesen elkezdjük beépíteni, mint hogy ez minden évben szokás a nálunk lévő fiatalokat. Ugye itt azért Hidasi Lék és a Simoncsik Petr azért két olyan játékos, aki meghatározója, és most elkezdjük a fiatalokat, tehát a 2001-esek közül többen kaptak behívást a korosztályos válogatottakba, és őket is megpróbáljuk úgy beépíteni a csapatba, hogy az jó legyen. Az edzőnő elmondta, hogy Farkasinszky Orsolya, Pap Claudia és Pál Vivien továbbra is kulcsember a csapatnak, a jövőben is köréjük épül az együttes. Augusztus utolsó hetében Csengerben edzőtáborozik majd az NKS, szeptemberben pedig a hazai csapatok ellen vívott edzőmeccsek mellett a kassaiakkal és a nagyváradiakkal is összeméri tudását Farkasinszky Gyuláni együttese. Második bajnoki meccsén is vereséget szenvedett a Nyírbátori FC. Kovács János együttese az MB3 keleti csoportjának második fordulójában a DVSC Deac otthonában lépett pályára, és a találkozó a hazaiak 4-2-es győzelmével zárult. A Nyírbátor vasárnap a Nyíregyháza Spartakuszt fogadja.
A 60-tól elszenvedett hazai vereséget követően a Debrecen második csapatának otthonában pótolhatta volna az elvesztett pontokat a Nyírvátor. A DVSC Deac ellen török révén a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, amit a szünet előtt egyenlített ki a több NB1-es kerettagot is pályára küldő házigazda. Fordulás után előnybe került a kisloki, amit Lipcsei még egalizált, de egy nyírvátori öngól és egy 11-es eldöntötte a 3 pont sorsát. Azt lehet mondani, hogy hát nem is a papírforma, hanem a mérkőzés alakulás nagyban befolyásolta a végkimenetet is. Én közel azt lehet mondani, hogy majdnem elégedett voltam a csapat teljesítményével. Egy nagyon pici koncentrálás és pontosság hiányzott ahhoz, hogy pontot tudjunk szerezni. Igaz, hogy sokat tett a Debrecen is a győzelemért, de az első fél idő alakulása egyáltalán nem ezt mondatja velem, és akkor akár kapus kiállítás, akár pedig a 45. percben kapott gól, azért befolyásolta a mérkőzés alakulását, és hát ezáltal a második fél időben a sérülések miatt már egész más teljesítményre voltunk képesek, mint addig. Két mérkőzés után így pont nélkül áll a Nyírbátor, de a szakvezető szerint a játék javulásával a pontok is érkeznek majd. Nem ilyen kezdésről álmodik se edző, se vezető, se szurkoló. Nehéz sorozatban vagyunk. Én bízom a csapatba, hisz tudom, hogy mit végeztünk el az a másfél hónap alatt, és ennek már ma is látszott némi, a mai mérkőzésen is látszott némi eredménye. Ha ezt még egy kicsit fel tudjuk pörgetni, akkor azt hiszem, hogy a hétvégéhez viszonyítva már a következő időben igenis meg lesznek a pontok. Két fordulót követően 4 csapat, a Cigánt, a Nyíregyháza, Spartakusz, a Ceglét és a Kazincbarcika 100%-os az NB3 keleti csoportjában. A Nyírbátoron kívül a Tája, a Tiszaújváros és a DVTK2 nem szerzett még pontot. A Nyírbátor vasárnap a Nyíregyháza, Spartakusz fogadja. Sikerrel vette az első fordulót a 42.500 eurós összdíjazású salakpályás prágai ATP Challenger tornán Fucsovics Márton. A világranglista 206. helyén álló nyíregyházi teniszező a kazakh Golubiev ellen nyert 6-3-6-3-ra. Fucsovics egyesben legközelebb szerdán lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A kormány döntése értelmében a következő 3 évben 2,5 milliárd forintot fordítanak a kisvárdai várfürdő és környéke fejlesztésére. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kérdésünkre elmondta, hogy többek között egy sportszálló építését, egy balneológiai központ kialakítását és egy vízifilm stúdió felépítését is tartalmazza a fejlesztési terv. Új felügyeleti rendszer regisztrálná az összes minőségi munkát ellátó számviteli szakembert, jelentette be még júniusban a nemzetgazdasági miniszter. A tárca olyan hatóság felállításán gondolkodik, amely képes lenne ellátni a pénzügyi ágazati szakmák feletti kontrollt. A cél az lenne, hogy csak azok maradhassanak az egyenlőre csak tervezett adatbázisban, akikről ténylegesen tudni, hogy jól végzik a munkájukat. A Nyírtávfő Kft. Szeptember 15-éig átprogramozza a megyeszékhely távfős lakásaiban található mind az 55 ezer költségosztóját. A korábbi naptári év szerinti elszámolási időszak helyett május 15-től május 15-éig terjedő elszámolási időszakot fognak alkalmazni a jövőben a távfőszolgáltatónál. A Körzsely Televízió keddi hírműsorát látták, friss hírekkel szerda este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra! Továbbra is forró légtömeg áramlik fölénk, így a hőség a következő napokban is tartja magát, ugyanakkor lassanként már látszik a forró periódus vége, leghamarabb a jövő hét elején mérséklődhet a nagy meleg. Éjjel kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Egészen péntekig folytatódik a száraz idővel kísért forróság. A hétvégére csupán annyiban változik meg az időjárás jellege, hogy fülletté válik a levegő. Szombaton már megjelenhetnek záporok, zivatarok, keddig bezárólag napról napra egyre nagyobb esély van a csapadékra is. A nagy meleg csupán a jövő hét első napjaiban mérséklődik néhány fokkal.